Tudjátok, hogy ha a Facebook hírfolyamát nem a megfelelő beállításokkal használjátok, akkor lecsúszhattok a legfrissebb Music Channel hírekről? Segítünk picit! Annyi a dolgotok, hogy a videóban látható lépéseket követitek és beállítjátok a megjelenés elsőként opciót. Így tutira nem maradtok le semmiről. Tomább sunyi a szemed, miért pont ő csavarta el a fejed? Amikor annyi lány van a nagy világban, az a szó barát, mit jelent neked? Hát sok boldogságot ez a videoklipnek és a dalnak a címe. Urai Krisztiánnal írtuk közösen, mi mind szerzőpáros már régebb óta dolgozunk együtt, a Shotgun című dalt is együtt csináltuk. You got me like a shotgun, baby, I can't explain. És már rossz vértem olyan régen. Volt ilyen élményem, mint ami a dalban benne van, és úgy gondolom, hogy jó ezeket hír meg elénekelni. Benne végig az igazit láttam, azt hittem, hogy jobb bennél. Tudod, mi tőled is többet vártam, egy igazi barátot vesztettél. Szerettem volna, hogyha a videoklipben megjelennek olyan dolgok, amik kifejezik a tartalmat, azt a dühöt, ami az emberben ilyenkor így első pillanatban jönnek, és ezért vannak benne különböző törések, tehát ez a séker vagy marakasz, ami a kezemben van, vagy a gitárnak a törése. A videoklipben néha trükköztem azzal, hogy így kizumoltam belőle és kiegészítettem a hátteret, mint hogyha valami nagyon nagy helyen lett volna fölvéve. A marakas, ugye ez a sékerszerű valami, ez nem tudott eltörni, tehát az olyan, hogy az ember így izomból földhöz vágja és utána elpattan és elszáll. Úgyhogy én vittem a helyszínre, pont húsvétkor forgattuk, úgyhogy vettem ilyen porcelán húsvéti tojást, amit betettünk hintőport, és azt lefestettük feketére, és az tört szét igazából, csak ugye hát úgy vágtam össze, hogy úgy tűnjön, mint hogyha az a marakasz tört volna, a gitár pedig egyszerűen nem tört el, hát azzal játszom a önálló koncertjeimen is, tehát azt nagyon szeretem azt a fehér gitárt, ott leárnyékoltam azt a mozdulatot, és kicsit animáltam. Készülök új dalokkal és új klipekkel. Remélem minél hamarabb lesz belőle valami, mert már vannak ilyen félkész dalok, amiket be kell fejezni. Itt mindig az van, hogy mikor jön az a pillanat, hogy már nekem annyira tetszik, hogy ki szeretnék vele jönni, de szerintem hamarosan megint lehet látni tőlem valami. Tudtátok, hogy ha a Facebook hírfolyamát nem a megfelelő beállításokkal használjátok, akkor lecsúszhattok a legfrissebb Music Channel hírekről? Segítünk picit! Annyi a dolgotok, hogy a videóban látható lépéseket követitek és beállítjátok a megjelenés elsőként opciót. Így tutira nem maradtok le semmiről.